Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Miért húzódik vissza, miért nem jelentkezik? Ezt megnézzük most ennél a jóslásnál. Mindkét képen látható a mozgás. Tulajdonképpen ő tervezi azt, hogy jöjjön, hogy előre menjenek az események, de hátrafele fordul. És ez jelenti az ő múltját, és emiatt fékezi az eseményeket. Itt a tűzeleméről van szó, tehát megvan a bátorsága, a lelkesedése, sőt, kívánja ezt a testi kapcsolatot is, hiszen megvannak a szenvedélyek. Itt átnyújtja számodra a kelyhet, az jelenti a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát érzelmekkel közeledik hozzád, de a múltja visszatartja még ettől. Itt vagy nála, vagy nálad vannak álmatlan éjszakák. Fáj a feje, töpreng valami felett, vagy nálad van ez a helyzet, fejfájások, álmatlan éjszakák. De ez elmúlik, mert hamarosan lesz itt mozgás. Ez a lovas férfi itt már előre tekint, tehát lesz közeledés, odafigyel rád. Ez a mozgás jelenti azt, hogy jönni fog, lesz egy találkozás. Ez a mozgás jelenthet változásokat, gyakran költözést. Ez a mozgás lehet egy utazás is. És itt mindkét képen a tízes szám látható. És a tízes szám azt jelenti, hogy lesz egy új kezdet, amikor egy új ciklus kezdődik. Kezdetben még nehéz valami, hiszen nagyon sok mindent cipel, neki el kellene engedni bizonyos dolgokat vagy személyeket. Itt a föld eleméről van szó, és az jelenti a reális dolgokat. Tehát amit tervez, azt szeretné megvalósítani. Itt az érméknél anyagiakról, munkáról is szó van, az is lehet, hogy ezen a területen is lesz egy új kezdet, de amit az érmék még jelentenek, a belső értékek, hogy értékes vagy számára. Itt látható egy idős férfi, egy gyermek, egy fiatal nő, az jelenti a múltat, a jelent, és jelenti a jövőt is, de az a fontos, hogy a jelent éljük. Mi mindig ott vagyunk, ahol a lábunk van, ahol a lépéseket tesszük. Te itt megjelensz, mint egy királynő, és elfoglalod ezt a trónt, tehát elfoglalod a helyedet az életben. A kezedben van ez a kard, és az jelenti az, hogy fontos döntéseket fogsz hozni. Azon kívül utal arra, hogy lesz egy beszélgetés kettőtök között, hiszen ez a kard jelenti a levegő elemét, és a levegő eleménél gyakran kommunikációról van szó. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!